hogy nem vagyok külföldi, mert úgy beharangozva, hogy ez a második blokk, hogy felvárva jönnek a magyar és a külföldi előadók. Most érdekes Árpáddal beszélgettünk, hogy ő egy, ha jól tudom, 100%-os német tulajdonú cégnek a magyar vezérigazgatója. Hát én inkább magyar vagyok, mert én 99,99% tulajdon, osztrák tulajdonban lévő cégnek vagyok a főnöke, úgyhogy lehet, hogy tehát akkor most én képviselem a magyar blokkot. Először is szeretnék gratulálni a szervezőknek, mert azt mondom, hogy példaértékű az, hogy hogy lehet egy gazdasági, logisztikai témát, egymás megismerését, hogy a kazak világnak a megismerését összeötvözni azzal, hogy ismerjük meg önmagunkat, tudjuk azt, hogy honnét jöttünk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy így sikerült ezt a délelőtti előadást befejezni, mert a ebéd előtti előadások szoktak a legnehezebbek lenni, de jónak is gratulálok, mert nagyon fontos nekünk az, hogy tudjuk azt, hogy honnét jöttünk, és mire lehetünk büszkék, vagy hová tartunk. No, hát egy érdekes világ ez a kazak világ, mert iszonyú gyorsan fejlődik. Ha csak a saját életemből indulnék ki, hát eléggé szertágazók, hogy a vasúti kapcsolatok, és hát jellemzően saját magam csak abban az irányban indulok el, ahol tényleg már valami effektív lehetőséget látok, ahol a kollégáim már ugye az előrösök történelmi példákkal élve már ott voltak, és azt mondják, hogy igen, hát ez az irányba érdekes menni. De csak azt akartam mutatni, hogy hát én már voltam Kazaksztánban, úgyhogy az előadást azt nem internetről leszedett fotókkal, hanem a saját fotóimmal próbáltam meg egy kicsit illusztrálni. De csak azt akarom mutatni, hogy ha most valaki megnéz egy kazak vasúti térképet, hát nagyon gyorsan fejlődik, mert az a korzos átmenet az már a kazak vasút épületében található ilyen elektronikus térképen már látható, de ugye még az eredeti, amit mondjuk az ember az internetről akárhol még egy ilyen ismerettel fejlesztő anyagból leszedett, még nem. Hát picit most a kazak vasút szerepét szeretném átadni, tényleg elmondani azt, hogy miről beszélünk. Tehát egy hatalmas ország, egy hatalmas vasúti árufogarozás, hát amíg ugye a magyar vasúti piac az mondjuk egy olyan 40 millió tonnát jelenít meg évente, hát itt egy ilyen 200, több mint 200 millió tonnás forgalomról beszélünk. A lakosságnak a 1%-a nagyjából a vasútból él, a vasúton dolgozik, 140 ezer ember dolgozik be a vasúton, 1600 mozdonya, 60 ezer kocsival és 19 ezer kilométernyi vasúthálózattal rendelkezik. Magyar-kazak kapcsolatok, hát csak gyorsan megyek végig, tényleg azt hiszem, hogy az is példaérték, hogy Magyarország az első között ismerte Kazaksztán függetlenségét, kormányzati szinten nagyon komoly kapcsolatok vannak. Hát ehhez képest ugye nekünk a vasúti kapcsolataink még nem nagyon élénkültek meg, mert körülbelül Záhony átmenetben jelenleg a 600 vasúti teherkocsit bonyolítunk Kazaksztán irányába, jellemzően konzervekkel megrakva. Hát nagyon sokan hallanak Kazaksztánról. Megmondom őszintén, hogy én Asztanában voltam, akkor tényleg lenyűgözött és meglepett tehát az a fejlődés, ami ott található. De azt gondolom, hogy csak ezeket a képeket megnézzük, amik ugye a képernyővédőn is voltak, akkor tényleg látjuk azt, hogy beszéltünk kínai tengelyről, de önmagában ez az ország, ez a fejlődés, ez megalapozza azt, hogy itt kapcsolatokat kell ápolni, és kell foglalkozni ezzel a térséggel. Hát ha tényleg döbbenetesek ezek a képek. Egy olyan városról, amit gyakorlatilag néhány évtized alatt ugye a pusztán építettek föl. Ugye Asztana a legnagyobb város, ott az elnöki palota látható. Ezek a hatalmas épületek, amit gyakorlatilag orosz, vagy tehát ebből a térségből származó csúcsépítészekkel, de akár Nyugat-Európából származó építészekkel készítettek. Hát ez is egy szerénynek nem éppen mondható, tehát bevásárló központ, tehát egy hatalmas terület. Iszonyatos nagy Kazaksztánban, főleg Asztanában, tehát a hőmérsékletnek az ingadozása, tehát nagyon oda kell figyelni az építkezésnél, hogy tényleg a plusz 30-tól a mínusz 40-ig tudják ezeket a ingadozásokat kezelni. A világ második leghideget fővárosáról beszélünk, és azért hát ugye meglepő, hogy melegszívű kazak kollégák vannak, és ebből a hidegből származnak. Hát ez is egy döbbenetes, tehát azt hiszem, hogy illusztrálja, hogy mennyire fejlődik ez az egész terület. Hát ami érdekes, hogy a 2017-ben Kazaksztán világkiállítást fog rendezni, tehát én azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy tartsuk a kapcsolatot ezzel az országgal, mert ezen keresztül gyakorlatilag mi magyarok is sokkal könnyebben megjelenünk, mint Barcelonában vagy akárhol a világkiállításon, mert közelebb vagyunk hozzájuk. Hát a béke piramisát is felépítették, amit ugye a különböző vallásoknak szenteltek, de itt egy kicsit a vasúti szinten is próbáltuk a békének a
békét mutatni. Hát másfél évvel ezelőtt akkor még mutatjuk azt, hogy mennyire összefogtak a magyar vasutak. Ha jól tudom, akkor Mossuth úr akkor még ugye más színeiben volt, már tavul a Jeseftől, hát Dezső Dani kollégám akkor még a CER Holdingtól volt, hát én pedig ugye Rékárgó Hungária színeiben, tehát egységesen mentünk el, mint konkurens vasutak, mert nagyon fontos ebben a térségben, amit hallottam egyébként, ez az egy ablakos. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy koncentráltan menjünk, mert ha szétforgásoljuk az energiáinkat, akkor sokkal nehezebben tudunk adott esetben megszervezni forgalmakat. Hát és ugye döbbenetes, Asztanában van magyar aspektusa is ezeknek a szobroknak, mert hát a bűvös kockát is ott láttuk a békepiramisa előtt. Hát ugye hallottuk itt, hogy hogyan vándoroltak ezek a törzsek mondjuk 1000-2000 évvel ezelőtt keresztül ezeken a területeken. Most néha megmondom, hogy amikor egy vasúti fuvarozást meg kell szervezni, akkor hát lehet, hogy nem hasonló nehézségekkel és nem évtizedekről van szó, hogy leküzdünk ilyen 1000 kilométeres távolságokat, tehát most se egyszerű eljutni a orosz-ukrán területen keresztül Magyarországra. Hát az elég sok probléma van még, és amikor ugye itt Európában interoperabilitásról beszélünk, hát ezek a problémák politikailag, gazdaságilag, vasúttechnikailag is megjelennek. Az egyik ugye nagy probléma, amit hát azért küzdünk, dolgozunk azon, hogy ne legyen, két különböző jogrendszerben dolgozunk. Magyarország hála Istennek ment van, hogy az SMGS jogrendszerben, és nem csak a nyugat-európaiban. Tehát ez mondjuk nem probléma, de még mindig fuvarlevelet kell cserélni. Azon dolgozunk, hogy egy fuvarlevéllel gyakorlatilag el lehessen jutni Magyarországra. Hát földrajzi problémákat ugye azt említettem, Oroszország Ukrajnán keresztül tudunk jutni. Én azt hiszem, hogy most itt a napokban nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nehéz ezt megszervezni. Ismerjük az ukrán helyzetet, szerintem nem ismerjük az ukrán helyzetet, jobb is, hogy nem ismerjük az ukrán helyzetet. Nagyon nehéz most ott valamit stabilan előre menni. Én nagyon remélem, hogy gyorsan stabilizálódik ott a helyzet, és tényleg ukrán vasúttal, orosz vasúttal együtt tudunk működni. De hát a politika nagyon-nagyon befolyásolja ezeket a vasutakat, és ez nagyon-nagyon nehezíti a kazak-magyar vasúti forgalmaknak a bonyolítását. A közúton sokkal könnyebb. Picit visszanyúlnék az én saját életemben, amikor a hölgyek nem emlékezhetnek erre, mert nagyon fiatalok, de amikor valamikor a diplomamunkámat írtam, akkor egy olyan fantasztikusan romantikus témát választottam, hogy a magyar-albán kötelékű díjszabás. A vasúton volt ilyen, és akkor volt egy olyan kis probléma, hogy az albánok azt mondták, hogy ezt megcsinálhatjuk, csak egy feltételük van, hogy a jugoszlávok ne legyenek benne. Na most hát ez elég nehéz volt, ugye, tehát egy olyan díjszabást kitalálni, hogy akkor a Jugoszlávia ne legyen benne, mert hát az maximum valahogy kikötőn keresztül kellett volna ugye elvinni Albániából, csak hát a probléma az volt, hogy Kazahországhoz képest, ugye Kazahsztánhoz képest ugye mi sem rendelkezünk kikötővel, és iszonyúan ki vagyunk szolgáltatva a környező országoknak ilyen szempontból. Tehát ez a legnagyobb problémánk gyakorlatilag, hogy én azt gondolom, hogy kazak oldalon megvan az akarat, a szándék magyar oldalon megvan. Egy nagyon szimpatikus területről beszélünk, csak hát át kell törni ezen a kicsit ismeretlen területen. Hát vannak ugye ilyen technikai jellegű problémák, amik a vámot, ezt Horváth úr is említette, ugye, hogy az Ukrajna nem tagja ennek a vámuniónak. Hát van egy kis probléma, amit azért át tudunk hidalni, mert van Záhony és vannak hasonló átlakási központok ugye a Dunántúl kapcsán, de hát azért vannak elkerülő útvonalak is, és Közép-Európában el lehet jutni a Pesten keresztül. És hát ez nekünk egy nagy problémánk, hogy amíg az orosz kapcsolatok a fehér orosz irányba nagyon jók, nincsenek problémák, addig Ukrajna felé gyakorlatilag a politikai szél befolyásolja azt, hogy most mennyire lehet könnyen forgalmat bonyolítani. Potenciálok azok megvannak, az infrastruktúra fejlesztés nagyon erőteljesen megyünk rajta, tehát ugye a kazak területen említettem a CIMES-MDS fuvarlevelet, nyugat-kínai régió előteljes ellenőrése adott esetben azt a lehetőséget megadja, hogy ne a kínai tengerek mellé vigyék ugye az árut, hanem minél közvetlenül elmegyünk, és azt gondolom, hogy a orvosi átmenet az egy jelentős rövidítés, jelentős gyorsulás jelent a forgalmaknak. Most egy picit, nagyon picit tényleg a magunkról, a Rékárgó Group, ez már nem Rékárgó Hungária, a anyavállalatunkkal együtt, gyakorlatilag nem egy Rékárgó Ausztriát jelenítünk meg egy leányvállalatként, hanem Rékárgó Groupnak hívják
a mi együttműködésünket. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk, mert ugye, hogyha Rékák Ausztriához tartozó csoporttagként, akkor viszont fölöttünk vannak. Hát nem, Rékák Budban van egy Rékák Hungária és egy Rékák Ausztria. Tehát partnerként kezelnek bennünket. Azt hiszem, hogy a privatizáció után eljutottunk odáig, hogy egy 1867-es deáki kiegyezést tudtunk megvalósítani a vasúton, és ránk építenek gyakorlatilag az osztrák kollégák. A Rékák Group is ilyen szempontból gyakorlatilag Budapestről próbáljuk mondja ezeket a keleti kapcsolatokat építeni. Részt veszünk nagyon sok konferencián, és ugye mutattuk ott is, hát ott a képen is látszik ezen a panorámaképpen, hogy a vasút, Magyar Vasút delegációjában ott voltunk ugye Asztanában. Nem csak vasúton jelenünk meg, hanem a szállítványozásban is, a Rail Cargo Logistics, vagy igen, Expressnek hívták ezt a szállítványozó céget. Az ő képviseletük, az ő tevékenységük az egészen ugye állnak így is elér, de ugye a teljes keleti piacot szinte lefedjük. Hát mi ebben a térségben dolgozunk, tehát ez az osztrák-magyar Rail Cargo Group gyakorlatilag ezt a tevékenységet, ezt a térséget fedi le, ezt a térséget tudjuk vasútonni, fölkínálni kazan barátainknak, ebben az irányba kellenek logisztikai megoldások, mindenben tudunk rendelkezésre állni. Önmagában ugye a mi cégünkből, nagyon gyorsan a cégcsoporttól, ugye 113 millió tonna forgalmat bonyolítunk Ausztriában, Magyarországon, 456 elektromos és dízel vonali mozdonyunk van, csak kb. 28 ezer kocsival rendelkezünk. Amire nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy a keleti barátainknak a figyelmét is fölkeltheti, hogy Ausztriában és Magyarországon egy nemzeti jellegű vasútvállalat vagyunk, tehát minden verzióját műveljük a vasúti fuvarozásnak, bonyolítunk irányvonatokat, de mi bonyolítjuk a terület lefedését is, tehát az egyes kocsi forgalmakat, tehát mi elmegyünk Kőszegre a Téglagyárba egy kocsival, vagy elmegyünk egy Ocskamas berakáshoz, akárhová Nógrad megyével, vagy faberakásokhoz. Emellett viszont, hogy Magyarországon és Ausztriában piacvezetők vagyunk, hát elindultunk a liberalizált piacon külföldre. Hát ugye vannak Magyarországon is versenytársaink, hogy nekik tartottak is előadást. Amellett, hogy Magyarországon egy 70%-os piaci részesedéssel rendelkezünk, mivel a forgalmunk 80%-a az nemzetközi, biztosítanunk kell külföldön is ezeket a forgalmakat, ezért elindultunk saját tevékenységgel külföldön. És hát ennek amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek az offenzívának a központja Budapest. Tehát nem az osztrák anyavállalat Bécsből irányítja ezeket a kelet-európai irányú, tehát logisztikai terjeszkedéseket, hanem Budapestről irányítjuk. Azt hiszem, hogy ez egy nagy elismerése a mi munkánknak. Cégünk van már Csehországban, nagyon erősek vagyunk, Szlovákiában, mivel a szlovák kollégákkal nagyon jól együttműködünk, van cégünk, de nem indítottuk el a tevékenységet. Szlovéniában szintén erősek vagyunk, Horvátországban most indulunk. Ha a horvát vasút visszaerősödik, akkor velük, ha nem erősödnek vissza, akkor muszáj lesz a saját érzetünkben a Dunafer MOL forgalmakat megszerezni, vagy tovább bonyolítani. Romániában nagyon jó pozíciókkal rendelkezünk, és elindultunk Bulgáriába. Egy érdekes útvonalat tettünk magunk elé célt, áprilisban indulunk egy török projekttel, tehát saját mozdonnyal egészen Münchentől gyakorlatilag a török-bulgár határig visszük le, Románián keresztül a forgalmakat. Ilyen heti 10 pár vonatot fogunk bonyolítani, már most egy léptékben is elég nagy dimenzió. Tehát elindulunk, nemzetközi a forgalom, tehát ezért muszáj ilyen megoldásokat, termékeket kitalálni, és azt hiszem, hogy Kazaksztán irányában is, tehát nekünk termékeket kell kitalálni ahhoz, hogy az ügyfeleket meg tudjuk magunkhoz fogni. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna elmondani, és én nagyon bízom abban, hogy ez a konferencia is hozzájárul ahhoz, hogy ismerkedünk egymással, megismerjük a kazak lehetőségeket, a kazak barátaink pedig a mi általunk felkínált lehetőségeket. Csak ha beszélgetünk egymással, akkor lehet üzletet csinálni. Köszönöm szépen!